Még egy országos kérdésem volna, és ez tulajdonképpen arra vonatkozik, az állam. Ugye itt most szóba került az állam. Van-e az államnak keresnivalója a piacon, a versenypiacon egyáltalán? És milyen lenne az az állam, ami, hát aztán mondjuk, hogy ideális lenne, mert ezzel ugye Platón óta elég sokan foglalkoztak, de mégis miféle állam lehetne az, amelyik valamilyen értelemben normálisan tudja szabályozni az életet? János mindig rendes volt, mert a végén aztán föltett egy mentőkérdést. Leesik az állam. Természetesen a válasz erre a kérdésre az, hogy az államnak van szerepe a piacgazdaságban. Én nem szoktam magamat libertáriánus közgazdászként meghatározni, hanem csak liberálisként. Ez nagy különbség. Libertáriánus ugyanis azt mondja, hogy az állam az ellen tettje, ellen fele, hanem éppen ellensége a piac. Én nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy az állam az minden körülmények között a piacgazdaság nélkülözhetetlen kerete. Nem ellentéte, föltétele. És a kérdés nem az, nem elsősorban az a kérdés, ez is kérdés, de nem elsősorban, hogy az állam mekkora, kicsi vagy nagy, hanem hogy milyen. Az állam minősége, az a lényeges. Mondom a példát, és akkor konkrétan érthető. A piac, mint minden emberi ész és emberkéz által alkotott intézmény, nem tökéletes. Az Istenen kívül semmi nem tökéletes. Mi emberek sem, következésképpen az általunk alkotott intézmények sem lehetnek tökéletesek. Ez azt jelenti, hogy a piac rendszeresen naponta termeli saját korlátozásának és saját hatékonytalanságának az elemeit. Például a monopóliumokat. Ezért az államnak van feladata a monopóliumok széttörésében, a verseny élénkítésében. Nem véletlen, hogy az Európai Unió szintjén is, nem beszélve az egyes államokon belüli gazdasági irányítási intézmények helyzetét, a versenyhivatalok kitüntetett szerepet játszanak mindenhol. A versenyhivatal az egy modern találmány, 20. századi jelenség, korábban ilyen nem volt, és ugye, ha most leninista fogalmat akarnék használni, akkor ezt a monopól kapitalizmus terméke. Theodore Roosevelt elnök volt az első, aki Amerikában 1902-ben rendkívül erővel neki ment a trösztöknek és a karteleknek, pont azért, hogy helyreállítsa a szabad piacgazdaságot, ami kezdett fogjává válni különleges érdekeknek. Azóta a nyugati civilizációban ez egy teljesen elfogadott dolog, hogy kell állami versenyhivatal, nem a piac rombolása, torzítása érdekében, hanem éppen a piac védelme és a verseny erősítése végén. Ez ugye Magyarországon az a szörnyű helyzet van, hogy a mi államunk az nem ilyen. A mi államunk az monopóliumokat épít, trafikmonopólium, sajtómonopólium, tankönyvkiadási monopólium. Most annak eltekintek a társadalmi következményeitől, meg a kulturális negatív hatásaitól. Önmagában az a kérdés is érdekes, hogy miért nem lehet ezeket verseny alapon szervezni? Mi keresni valója van az államnak a dohány kiskereskedelembe? Természetesen az államnak van szerepe az egészségügybe, meg a megelőzésben, meg abban, hogy rakják rá arra a rohadt cigarettás dobozra lóbetűkkel, hogy megtög lesz. De az államnak nem szerette azt, hogy kijelölje azt, hogy kiadhatja el. Ez tiszta hülyeség. Tehát lényeges, hogy
magyar állam egy antitest, egy negatív példája annak, hogy hogy kell keretezni a piacgazdaságot. Normális országokban, mondom még egyszer, az államnak az a dolga, hogy a versenyt élénkítse, erősítse és minél élesebbre szabályozza. A monopolkapitalisták érdekeivel szemben. Mert a kapitalizmus legfontosabb ellenségei a kapitalisták. A vállalkozás szabadságának kiteljesítése véget van szüksége arra, hogy az ő hatalmukat korlátozzuk.